rockballada ősbemutatóját éppen 40 éve tartották országszerte nagy sikerrel. Magát a balladát eredetileg Sarkadi Imre írta meg dráma töredékében. Ezt és a népballadát felhasználva készített szövegkönyvet Ivánka Csaba színművész, amelyből Bródi János dalszövegeivel és Szörényi Levente zenéjével megszületett a rockballada. A darab főszereplője a Pécsi Nemzeti Színházban Fekete Gábor, aki szerint nagy kihívás a szerep számára, mert egyébként sem könnyű darabról van szó. Amit nekem most ebben végig kell vinnem, az egy nagyon-nagyon nehéz ív, és egy nagyon nehéz sors. Úgyhogy mondhatom azt, hogy minden előadás után kellően elfáradok benne. Nem beszélve arról, hogy bizonyos szempontból olyan dolgok is vannak benne, ami még előttem áll, tehát nekem még nincsen kisfiam, ahogy Kelemennek van, nekem nem kell őt elveszítenem. De azt gondolom, hogy hát egyrészt nagyon örülök a lehetőségnek, és azt hiszem, hogy közösen, mert ez egy egyértelműen közös munka, egy olyan előadást sikerült létrehoznunk, ahol ezt az ősi történetet sikerült egy nagyon izgalmas módon színpadra vinni. A szinte láthatatlan szereplő Anna ritkán van a színen, de mégis nélkülözhetetlen lénye a történetnek. Igazi áldozat, az ügy áldozata, mondhatnánk úgy is, egy magasabbnak tűnő eszme, cél, Dévavárának felépítése érdekében veszti életét. Végtelen odaadó szeretett férjéért, annak legfontosabb álmáért önmagát feláldozni képes személyiség. Az egyetlen női szereplő a történet során. Ez a szerep, ez a nő, ez egy áldozatot hoz a férjéért, tehát amellett, hogy Kőműves Kelemen is tesz egy áldozatot egy magasabb rendű dologért, hogy felépüljön a műve, felépüljen a vár, a felesége is föláldozza magát a férjéért, tehát a mi előadásunkban megjelenik az, hogy az asszony mit tesz meg a férjéért. Nyilván ez egy klasszikus vonal, egy klasszikus történet, egy régmúltat idéző előadás. Lehet, hogy a mai világban ez már nem így történik, de sok országban biztos vagyok benne, hogy találunk erre is példát. Nagy Viktor a zenés rendezéseiről Pécset jól ismert alkotó vitte színre a darabot a Pécsi Nemzeti Színházban. Arról, hogy miért választotta a rendezése témájául a Kőműves Kelement, érdekes történetbe kezd. Hát egyrészt ez már nagyon régen volt a motiváció kezdete, akkor, amikor valamikori Dr. Sándor Műveledési Otthonban, ami ma ott üresen áll, láttam a szegedi egyetemi színjátszóknak egy előadását, a Sarkadi Kőműves Kelemenjét, illetve hát a töredékeket, mert nem maradt meg a dráma teljes egészében, és Pál István rendezte, egy fantasztikus előadás volt, egy teljesen eszköztelen, már olyan értelemben, hogy se díszlet nem volt, se különösebben jelmez, és az érdekessége az volt, hogy Ács János, aki később egy nagyszerű rendező lett, játszotta a főszerepet, Kőves Kelemen szerepét, és ez az előadás óriási hatással volt rám. És bár akkor nem hittem, vagy nem gondoltam, hogy én ezt valaha meg fogom rendezni, de nagyon megmaradt bennem ez az előadás. És amikor fölkértek erre a Szörényi Bródi Sarkadi féle Kőműves Kelemenre, akkor visszajöttek ezek az emlékek, és jöttek azok a motivációk, amelyek aztán a színreállítást is segítették. Azt gondolom, hogy az ember minél többet dolgozik, annál több eszköz birtokába kerül. Tehát ez a sok zenés darab, Wagnertől kezdve Puccinin keresztül majdnem az összes klasszikus musical, ez mindig előtanulmány egy következőhöz. Tehát ez egy tény. De ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy ez egy olyan darab, ahol vissza kell menni a gyökerekhez. Tehát mivel ez egy kultikus, szakrális darab, és bizonyos értelemben örökérvényű, mint egy görög dráma, egészen máshogy kellett hozzányúlni, mint egy klasszikus musicalhez, és ez ilyen értelemben nem is az. Ha nem hiszed, hogy érdemes,
Miért kezdted el, ha nem hiszed, hogy sikerül? Miért vállaltad fel, ha nem hiszed, hogy megéri a fáradtságodat? A korlátok közt miért keresél mindig kiutat? Miért indultál el, ha nem hiszed, hogy sikerül, miért nem adtad fel? Mindig keressük az üzenetét, a mondani valóját, aktualitását, esetleges áthallását egy-egy darabnak. Vajon mit is akart ezzel mondani a rendező? Sok esetben azt, hogy mi is emberek vagyunk, esendő, érzékeny lények. Mivel emberek vagyunk, és ugyanabban abba a közegben és ugyanabban a világban élünk, immár több ezer éve, és a görögség óta alig változott valamit az ember probléma rendszere, csak esetleg bonyolultabb lett egy-két kérdésben. Azt gondolom, hogy minden úgynevezett örökérvényű dráma, legyen ez pont a Könyveskelemen, vagy legyen egy görög dráma, az Antigone vagy az Elektra, az azért ütős a mai ember számára, mert nem csak az, hogy ráébred a saját hétköznapi problémájára, hanem egyáltalán ráébred, hogy ő is ember. Tehát ma hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy emberek vagyunk, sérülékenyek, nagyon sebezhetőek vagyunk, és a hétköznapjaink és az életünk is, bár nagyon összetett, de tulajdonképpen abszolút primitív sémákon nyugszik. Ilyen az áldozathozatal is. Hát gondoljunk bele, egy ember hányszor hoz életében áldozatot? A munkájáért, a karrierjéért, a családjáért, a gyerekéért, a jövőért, vagy egy eszméért. Persze a legrosszabb az, hogyha egy eszméért hoz áldozatot, de az eszmék változnak és tünékenyek. Ez erről is szól. Egy eszméért áldozatot hozni, az bizonyos esetben nagyon szép, de lerombolja bennünk az embert, és lerombolja a legalapvetőbb erkölcsi normáinkat is nagyon sokszor, mint ahogy ebben a darabban is ez előfordult. De vajon mitől lesz Nagy Viktoros egy rendezés? Hát ez csak merem remélni, hogy ez bizonyos értelemben Nagy Viktoros lesz. Én felismerem magamat ebbe a dologba, a rendezői eszközeimet is. Nálam elsősorban minden színművészeti alkotásból, legyen ez musical vagy próza, nagyon komoly energiák mozognak. Mert számomra a színjátszás az nem egy eszme kivetülése, vagy egy politikai tett, vagy bármi ilyesmi, hanem elsősorban energiátadás, amikor a színész átadja az energiát a nézőnek. Ez egy alapelvem, és ez nagyon sok darabomban szerepel, talán ettől felismerhetőek bizonyos szempontból. Az évad egyik felejthetetlen előadása várja közönségét a Pécsi Nemzeti Színházban. Fiat áld az Isten, de kincset sohasem, anyám, édesanyám.